folyamatos figyeléssel, akkor lehet, hogy el lehetne csípni ezeket az embereket. Szilák Henriette, a Tolnai Polgárőrség Közhasznú Egyesület elnöke éppen arról beszél a város külterületén levő illegális szemétlerakót megmutatva, hogy az Egyesület miként tudná elejét venni a további szemeteléseknek. A polgárőrök azt tervezik, hogy sűrűbben járőröznek a közterületfelügyelőkkel együtt azokon a területeken, ahol tudják, hogy a helyiek előszeretettel válnak meg feleslegessé váló szemetüktől. A hatos út melletti területen is halmokban áll a hulladék. Itt találni egykor szebb napokat látott porszívót, hűtött televíziót, sőt veszélyes hulladéknak számító festékdobozokat és autóalkatrészeket is. A polgárőrök vezetője azt mondja, mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a településen ne alakulhasson ki újabb szeméthalom. Jelezzük egyrészt a közterületfelügyelőnek, illetve hogyha netalántán olyan dolgot találunk a szemétbe, mondjuk egy csekket, ami utalhat arra, hogy azt kivitte ki, akkor a rendőrjárőrnek szólunk, ők kijönnek, és ők megteszik a feljelentést. Ilyenre már volt példa? Volt, így van, igen, volt példa. Berta Zoltán Tolna alpolgármestere azt mondja, a település hamarosan felszámolja a lőtéri útmenti illegális szemétlerakót. A tolnai önkormányzat a szemét elszállításához szükséges forrást egy pályázaton nyerte el, ám nem minden szemetes terület megtisztítására van elegendő forrásuk, ezért fogtak össze a polgárőrökkel és helyeznek nagyobb hangsúlyt a megelőzésre. Elsősorban a jelzés, a feltárás, amiben ugye a polgárőrség hatékonyan segíteni tud, településünk pedig próbálja azokat az eszközöket keresni, amivel mondjuk meg tudja szüntetni. Hozzáteszem, hogy mindenki a saját területéért felelős. A tolnai önkormányzat február végéig számolja fel a lőtéri útmenti illegális szemétlerakót.